évfordulóra emlékezünk. A koronavírus járvány kitörése miatt épp egy évvel és egy hónappal ezelőtt a Bang Bang tenor verziójának és a Ments meg Uram tavaszi elmaradt premierjének napján március 12-én zárta be kapuit az opera. Március 11-én délbe jelentette be ugye a kormány a lezárást, és nekünk aznap volt a főpróbánk. Majd vonult karanténba az egész ország, akkor még nem sejtve, hogy mi is vár ránk. Ismerőseimtől hallottam olyan véleményeket, hogy figyelj, ez most itt lesz másfél-két évig, és így voltam vele magamba, hogy biztos nem, és aztán most itt tartunk. Szóval nem tudom, nagyon fura. Én az elején nagyon örültem neki, meg kell, hogy mondjam, mármint magának a pihenés részének, az, hogy egy picit le lehet állni. A tavaly tavaszi teljes leálláskor sok művész érezte ugyanezt, de hamar úrrá lett rajtuk a fellépések elmaradása okozta hiányérzet, amit legelőször saját közösségi oldalaik online terében próbáltak orvosolni, és egyúttal a hangjukat is edzésben tartani. Kicsit olyan, mint a vízi sportolóknak a száraz edzés. Azt lehet egy ideig csinálni, meg kell is, tehát annak is megvan. Na de ha csak ezt csinálod, az soha nem lesz ugyanaz. Majd tavasszal szép lassan, ahogy a korlátozások lazultak, kicsit az élet is visszatért az opera mindennapjaiba. Legelőször a Zebegényi Trianon emlékműnél a békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékeztek a himnusszal, a Boldogasszonyanyánkkal és a Szózattal a művészek. És a társulat tagjai énekelhettek a nyáron megtarthatott fesztiválokon is, az augusztusi parkfoglalógála alkalmával pedig az Opera 21 énekese, zenekara és karnagyai a világhírű Jonas Kaufmannnal együtt szórakoztatták a közönséget az Eiffel Műhelyház frissen átadott Kodály Zoltánról elnevezett parkjában. Már ekkor is érezhető volt, hogy a közönségnek és a művészeknek is mennyire hiányzott az előadások hangulata. Úgy gondolom, hogy mindannyian azt kívánjuk, hogy egy huzamba fél év kiadás ne jöjjön még egyszer. Láttam a csillogó szemeket, érzi ilyenkor az ember a szeretet hullámot. Szeptemberben a francia múzsa szezonjának évada is elindulhatott. Számos premiért, a többi közt például a Kaktuszokat, a Szalomét vagy a Ments meg Uramat is láthatta a közönség élőben. Ugye egy szuper évad várt volna ránk. De a képzelt beteg vagy ő felsége komédiása bemutatója után, attól függetlenül, hogy a művészek és a közönség is vágyott a találkozásra, 2020 novemberében ismét be kellett zárni a házat. Az őszi szigorítások után az énekesek tovább próbálhattak és énekelhettek az Opera Live közvetítéseknek hála. Magyarországon mondhatni egyedülálló módon az Opera minden héten minimum 4 online programmal várta a közönségét fél éven keresztül. Hétfőnként tercet trióval, szerdánként opera szerdával, hétvégén 2 maszkabállal szórakoztattak a művészek az intézmény közösségi oldalán. Egy teljesen új fejezet kezdődött az opera életében, ami az Opera Otthonra stream szolgáltatással teljesedett ki, ahol az évad előadásaira, akár premierekre is jegyet válthatnak a nézők, és online a nappaliukból nézhetik az opera és balett előadásokat. Az intézmény vezetése, folyamatosan alkalmazkodva a változó körülményekhez, próbálja motiválni a művészeket és fenntartani a közönség érdeklődését, a műfaj és a színház iránt, ez pedig az elkövetkezendő hetekben sem lesz másképpen. A reményen túli majdnem bizonyosságom, hogy ősszel minden visszaáll, és a közben előkészített évadainkat, nem is egyetlen 3-at, azt elkezdhetjük levezényelni rendesen, és meg lesz nyitva ez a ház is, és hozzá tudunk fogni az operázó való beköltözéshez is, azt is majd tavasszal, egy év múlva ilyen tájt már bőven használjuk,
és még ugye vannak más terveink is, az Erkel Színházzal is, meg a bizonyos Opera Campusszal is. Bár a kapuk a közönség előtt egyelőre zárva vannak, de online továbbra is kínál programokat az opera. Emellett pedig mindenki abban bízik, hogy már tényleg nem kell sokat várni arra, hogy a nézőtér megteljen, hogy felgördüljön a függöny, és megtörténjen a nagy találkozás a művészek és közönségük között.